75 éve, 1945. május 4-én Kecskeméten hunyt el Jó Gyula, jogakadémiai tanár, iskolaigazgató, jogi író. Abonyban született 1876-ban. A Kecskeméti Református Jogakadémián, illetve a Budapesti és a Heidelbergi Egyetemen tanult. Később, 1899-től haláláig Kecskeméten dolgozott. Előbb ügyvédjelölt, azután törvényszéki aljegyző, majd 1903-tól 1945-ig a Kecskeméti Református Jogakadémián a magyar közjog, illetve a politikai és a nemzetközi jog tanára volt. 1912-től 1921-ig a Jogakadémia igazgatói feladatait is ellátta. Mint magántanár, közben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen is tanított. Jó Gyula elsősorban általános jogelméleti és jogtörténeti kérdésekkel, a magyar-horvát közjogi viszony problémáival, Fiume közjogi helyzetével foglalkozott. Ő készítette el az 1911. évi választójogi törvénytervezetet. Aktívan részt vett Kecskemét közéletében is, a református gyülekezet presbitere, majd főgondnoka volt.